A BKV volt jogi igazgatója tagadja, hogy a Budapest Airport jogi referenseként jogtalan előnyhöz jutott az ügyvédi megbízások után. Ugyanakkor elismerte, hogy a BKV-nál hibázott az utastájékoztatási rendszer kiépítésekor. Ez Györgyöt azzal vádolják, hogy több esetben bizonyos megbízásokért cserébe kenőpénzt fogadott el. Azzal védekezik, hogy koncepciós per áldozata. A rendőrök a kihallgatásakor pedig csak Hagyó Miklósra, Demszky Gáborra és Kocsis Istvánra akartak belőle terhelő vallomást kicsikarni. Két kartonnyi papírt toltak be a tárgyalásra. Ennyi a teljes perirat. Ezt egészítette ki részletes vallomásával a BKV volt jogi igazgatója. A férfit egyebek mellett bűnszövetségben elkövetett vesztegetéssel és más bűncselekményekkel vádolják. Az ügyészség szerint ez György a Budapest Airport jogtanácsosaként főnökével a szintén vádlott Ervi Krisztinával együtt olyan ügyvédi irodákkal szerződött, melyektől kenőpénzt kapott vissza a megbízásokért. A férfi minden tagad. Nem fogadtam el vesztegetési pénzt, a vonatkozó számlák nem kerültek megemelésre. Azzal védekezett, hogy az említett ügyvédi irodák még mindig kapcsolatban vannak a Budapest Airporttal, ráadásul egy cég sem követelt tőlük kártérítést. Egy másik vádpontban, mint a BKV volt jogi igazgatóját vádolják azzal, hogy F. Zsolttal együtt az utastájékoztatási rendszer kiépítésekor a megbízási díjból csak nem 12 millió forintot kaptak vissza. Egyébként a pénzfeltételezett átvételekor fogták el ezt Györgyöt. Életszerűtlen lett volna egyébként, hogy egy 28 millió forintos beszerzéssel kapcsolatban 11 millió 800 ezer forint kerüljön vissza hozzám, amikor ugye a szakértő megállapítja, hogy ez a 28 millió forintos áron, ez nem is volt extra a kvartittal kapcsolatban, hanem ez a piaci ár alsó határán volt. Ez György azzal védekezik, hogy egy koncepciós per áldozata. Szerinte ugyanis az egész rendőrségi vizsgálat alatt azt akarták elérni a rendőrök, hogy másra tegyen terhelő vallomást. Mindenféle fajta dolgokat mondtak, például azt, hogy, és ez egy csütörtöki napon volt, például azt, hogy ha Demszky Gáborra, vagy Hagyó Miklósra, vagy pedig Kocsis Istvánra mondok valamit, most csütörtök van, akkor itt van nála egy papír, aláírja, hogy kedden otthon vagyok. Ez György nem válaszolt arra a kérdésre, hogy bűnösnek vallja magát. Azt viszont elismerte, hogy a BKV-s informatikai projekt kapcsán hibát hibára halmozott, ezért ebben az ügyben felelősség terheli.